koronavírus járvány okozta a gazdasági válságot, azt gondolom, hogy valamennyien érezzük, nem csak itt Székesfehérváron, hanem a nagyvilágban, Magyarországon is. Jó estét kívánok a következő hát, szűk fél órában erről, illetve a járvány gazdasági hatásairól, annak megoldásairól fogok beszélgetni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Köszönöm szépen, napot kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, örök, hogy itt látok. Ahogy látszik. Magyarország a járvány első hullámával sikeresen megbirkózott, de a válság itt van, érezhető, én azt gondolom, hiszen tényleg nem nagyon találkozik az ember olyannal, aki ne érezni a saját bőrén valamilyen szinten azt, hogy itt egy nagyon komoly gazdasági válság van, hát talán már nem is kibontakozóban. Mit tanulhatunk, mit tanultunk az elmúlt időszakban, és egyáltalán hogyan, miként lehet előrelépni? Sok következtetésre lehet vonni mind abból, ami az elmúlt hónapokban történt. Természetesen minden egyes következtetés levonásával még várni kell, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy hogyan alakul a vírus jövője. Ugye, akárhány szakembert kérdezünk meg, pontosan annyi egymástól teljes mértékben széttartó és különböző előrejelzést kapunk. Arra vonatkozóak, hogy lesz -e második hullám, ha igen, mikor, ha nem, akkor miért nem. Szóval néhány következtetés azonban már mégiscsak látszik. Először is az, hogy az nem lehet, hogy Európát újra kiszolgáltatottá tesszük, vagy hagyjuk, hogy kiszolgáltatott legyen egy külső szereplő előtt stratégiai kérdésekben. De itt volt a csúcspontja, az egészségügyi csúcspontja a válságnak, és Európai Uniós tagországok egymás sarkát taposva, egymást lögdösve próbáltak az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket vásárolni Kínából. Emlékszünk rá, emlékszünk a versenyre a lélegeztetőgépekért, a maszkokért, a kesztyűkért, a védőruházatért. Tehát nyilvánvalóan békeidőben pénzügyileg megmagyarázhatatlan lenne, hogy miért kell ilyen kapacitásokat fenntartani, de ez a válság megmutatta, hogy stratégiai szempontok előrébb valók a puszta pénzügyi szempontoknál. Tehát az első pont, hogy kell lenni stratégiai gyártási kapacitásoknak Európában. Ebben mi közép-európaiak próbálunk együttműködni. A második, hogy minden egyes, vagy egy államnak, inkább így mondom, egy államnak igenis szüksége van olyan képességre, hogyha vásárol jelentős mennyiségű árut a világ egy másik pontján, akkor ne legyen ráutalva különböző magánpiaci szereplőknek, szereplőkre annak elszállítása során. Magyarul kell rendelkezni állami légi szállítási képességgel, magyarul egy olyan repülőgéppel, amely teherszállítást tud végezni, amikor arra nagy szükség van. Óriási szerencsénk volt, hogy a vízzel repülőgépei földön voltak, és a vízerre tudtunk egy szerződést kötni, amelynek értelmében a vízzel amúgy személyszállító repülőgépei teherszállítógépként funkcionálva jártak Kína és Magyarország között, de az mégiscsak az igazi megoldás az, az hogyha vannak, te, van gépe, vagy vannak teherszállítógépei egy, egy államnak. És még egy nagyon fontos uh, tanulság az az, hogy a, a, járvány nyomán kialakult helyzet az nem pusztán egészségügy, hanem gazdasági szempontból is kezelést igényelt. Tehát uh, a járvány az nem csak uh, és most csak ott erőteljesítő, mondom, az emberek életét vagy egészségét, hanem a munkahelyét is veszélybe sodorta, sodorja, tehát az egészségügyi védekezés sikere mellett szükség van a gazdasági típusú védekezésre is, tehát az emberek életét, egészségét és munkahelyét kell így összességében megvédeni. Akkor jól értem, hogy a, ha le kell vonni a megfelelő kon konzekvenciákat, akkor az az egyik, hogy egy államnak mindig készen kell állnia arra, hogyha bármi ehhez hasonló, ami korábban még nem történt, ugye, vagy nem nagyon történt az emberiség, legalábbis a mi életünkben még nem fordult elő ilyen jellegű járvány, ilyen helyzet, hogy mostantól minden egyes pillanatban egy országnak erre, egy államnak készen kell állnia, hogyha kell, akkor Kínából hozzó lélegeztetőgépeket, maszkokat, amire szükség van. Vagy ennél még jobb az, ha saját maga tud gyártani. Tehát a jövőre nézve is elkezdtük építeni azokat a kapacitásokat itt Magyarországon, amelyek akár a lélegeztetőgépek, akár a védekezéshez szükséges eszközök, maszkok, ruhák gyártására vonatkoznak, mert a világosan megmutatkozott, hogy, hogy, aki, aki éppen nem tudott időben lépni, vagy nem volt olyan kapcsolatban Kínával, vagy volt valami hátránya a múltból, azok az országok elég erőteljesen szenvedtek. Vagy aki, vagy aki egyszerűen későn ismerte fel ennek a helyzetnek a veszélyét. Tehát hála jó Istennek, mi ugye időben meg tudtuk hozni azokat a döntéseket, azokat a lépéseket, amelyekkel sikerült elkerülnünk olyan helyzeteket, olyan tragikus helyzeteket, mint amiket például Olaszországból közvetítettek a, a, a televíziók vagy más médiumok, és láthattuk, hogy bizony az, az egészségügyi ellátó rendszer a kapacitásai alatta maradtak a pillanatnyi igényeknek, és ezt nyilvánvalóan nem szabad megengedni. És én is említettem már, hogy, hogy az idézőjelben, hogy nem csak ugye az ember életet, az ember egészségi állapotát veszélyezteti egy ilyen vírus, hanem ugye nagyon komoly gazdasági következményei is vannak. Tényleg mindenki érzi, én azt gondolom. A kormány ugye úgy döntött, hogy, hogy segélyosztás helyett ugye a munkahelyteremtést, a beruházásokat támogatja. Miként? Hát nézd, amikor van ilyen, egész, van ilyen gazdasági vészhelyzet, mondjuk úgy, tehát világválság, gazdasági kihívások, akkor az ügyben mindig megállapodás van, vagy egyetértés van, hogy már pedig pénzt kell, hogy adjon az állam a gazdaságban. Ez nem olyan bonyolult dolog, se látni, sem meghozni a döntést. A viták onnan indulnak, hogy de hogyan adjon az állam pénzt, mire és kinek. És az egyik ilyen, ilyenkor csábító lehetőség az az, hogy hát szociális alapon a munkanélküli tartmát hosszabbítsunk meg, adjuk több munkanélküli segélyt. Ezzel szemben áll az iskola, amelyet mi magunk is képviselünk, az a megközelítés, hogy, hogy nekünk nem azt kell finanszírozni, hogy valaki munkanélkül legyen, hanem azt kell finanszírozni, hogy munkája legyen az embereknek. Ugyanis ha azt a kérdést tesszük fel, és akkor itt lehet a, a szubjektív megközelítés már zárójelbe tenni, ha azt a kérdést tesszük fel, mi kell ahhoz, hogy a magyar gazdasága a jövőben is sikeres legyen, akkor a válasz egyértelmű, ahhoz a magyar emberek munkája kell. Mert a magyar emberek munkája nélkül nem lenne gazdasági teljesítmény, teljesítmény nélkül meg nem lenne siker. Magyarul az emberek munkájára van szükségünk. Most az emberek munkájára akkor számíthatunk, ha van munkahelyük. Magyarul a munkahelyeket kell támogatni. És hogyan jönnek létre munkahelyek? Beruházásokkal. Beruházásokat meg vállalatok létre, tehát ezért mi a, a az állami-kormányzati gazdasági támogatásokat a beruházásokat végrehajtó, beruházásokat végrehajtani tudó és akaró vállalatokra fókuszáljuk. Ennek keretében a 806 magyar vállalatnak nyújtunk támogatást, 806 magyar cég vállalta, hogy 377 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre Magyarországon. Egy óriási dolog, tehát ezt könnyű kimondani, de a helyzet mégiscsak az, hogy ma a világgazdaságból szóló hírek azok mind negatívak. Gyárbezárások, elbocsátás, munkanélküliség, csőd, stb. Ehhez képest Magyarországon 806 vállalat, amely közül 622 magyar tulajdonossal rendelkezik, 377 milliárd forintnyi beruházás hajt végre, és ezzel 143.618 munkahelyet megvédenek, az állam ez 669 milliárd forintot támogatásként. És én azt gondolom, hogy, hogy Fehér megye büszke lehet magára, és azon belül Székesfehérvár is büszke lehet magára, a Székesfehérváriak büszkék lehetnek magukra, a fehérváriakról mindig számíthattunk akkor, amikor a magyar gazdaság teljesítményének növeléséről, javításáról volt szó, és így van ez most is. A 29 székesfehérvári vállalat összesen 15 milliárd forintnyi beruházás mellett köteleződött el. 15 milliárd forintnyi beruházás mellett ezzel 3500 munkahelyet itt Székesfehérváron megvédenek, és a kormány ehhez 7 milliárd forintnyi támogatást biztosít. Joggal büszke magára a város polgármestere, Cserpalkovics András, joggal büszke a város parlamenti képviselője Varga Tamás, illetve a részben Törő Gábor, és azt gondolom, hogy joggal büszkék magukra a fehérváriak, mert mert nem véletlen, hogy ez a megye az országban Budapest és Györmoson Sopron megye után a harmadik helyen áll az egyfőre jutó gazdasági teljesítmény tekintetében. Most is megmutatták a fehérváriak, hogy nehéz a helyzet, akkor rájuk igazán lehet számítani. És jár a köszönet, nagyra becsülés és a tisztelet annak a 29 fehérvári vállalatnak, aki ilyen körülmények közepette a munkahelyek megvédése érdekében vállalt 15 milliárd forintnyi veruházást. Ez látszani fog a város teljesítményén a jövőben. A mai napon találkoztam a 29-ből 13 vállalatvezetővel, akik már megkapták a támogatási okiratukat, és mind elmondta, hogy ennélkül a támogatás nélkül nem tudták volna végrehajtani a beruházásaikat, viszont ezekkel a beruházásokkal erősebb és versenyképesebb helyzetbe fognak kerülni, mint a válság előtti időszakban. Ezzel lehetett őket egyébként? Nevezük így meggyőzni, hogy ebben, a én is nehéz gazdasági helyzetben mégis vállalják azt, hogy, hogy, hogy beruházást hajtsanak végre, hiszen az ember otthon le akarja cserélni a mosógépét, nem biztos, hogy akkor cseréli le, amikor válság van, pedig az egy beruházás a, a háztartásnak. Valamivel mégis ösztönözni kellett őket. Akkor ez, ez az, hogy egy jövőbeni, sokkal erősebb versenyképességi helyzetbe lehet őket hozni? Hát nézd, egy, egy teljesen új világgazdasági viszonyrendszer jön létre. Egy teljesen új világgazdasági verseny jön létre és ebben az új világgazdasági versenyben még nem dőlt el, hogy ki milyen szerepet fog játszani. És még nem álltak fel a rajtunkhoz a szereplők. Na most, hogy a, mind a Form 1-ben, a rajtrácson, ki milyen pozícióban ki milyen pozícióból fog nekiindulni ennek az új versenynek, az attól függ nagy mértékben, hogy most ebben az időszakban ki tudja növelni a kapacitásait, ki tud új technológiát bevezetni, ki tud új gyárat építeni, ki tud új gépeket vásárolni, és így tovább, és így tovább. És ezek a magyar vállalatok most a beruházásaikkal gyakorlatilag megváltják a helyüket a rajtrács élére. És ezek a vállalatok erősebben fognak belevágni ebbe az új versenybe, mint amilyen pozícióban voltak a korábbi világgazdasági versenyben. Tehát aki most beruház, most hoz ilyen bátor döntést, annak az busásan meg fog térülni az új világgazdasági körülmények közepette. A sikeres vállalatok azok lesznek, akik most beruháznak, és a sikeres országok pedig azok lesznek, akik most segítik a vállalataikat, hogy beruházzanak. És miért sikeres ország akarunk lenni az új világgazdasági országban is, és elnézve ezeknek a magyar vállalatoknak a bátorságát, teljesítményét, teljesen reális az esély arra, hogy Magyarország a válság után erősebb legyen, mint volt korábban. Na, pont ezt akartam kérdezni, milyen célokat euh, tud kitűzni maga Magyarország az új, ahogy én is mert hát, átrendeződő, átalakuló világgazdasági helyzetben. Hát nézze, mielőtt a járvány kitört, milyen volt az Európai Unió leggyorsabb gazdasági növekedési üteme, ugye majdnem 500. Mi voltunk, a, vagy mi vagyunk szerintem még mindig a legvonzóbb beruházási környezet Közép-Európában. Az elmúlt öt esztendőben folyamatosan megdöntöttük az exportrekordot és a beruházási rekordokat. És én azt várom ezektől a beruházás támogatási, gazdaságvédelmi lépésektől, hogy Magyarország minél előbb, vissza tudjon találni, visszatudjon térni arra a gazdasági növekedési pályára, amelyre az elmúlt tíz év kökemény munkájával ráléptünk. Na ne felejtsük el, hogy tíz év alatt a magyar gazdaság 2010 és 2020 között óriásit lépett előre. Leggyorsabb növekedési ütem, Folyamatosan csökkenő munkanélküliség, történelmi magasságban a, a munkában lé, munkában állóknak a, a száma, folyamatosan csökkentett államadóság, folyamatosan csökkenő adók, kontroll alatt tartott költségvetés. Tehát minden, ami egy jól működő gazdaságot jellemez, adott volt az emberek kőkemény munkájának köszönhetően. És én azt gondolom, hogy a mostani bátorság, a mostani beruházások, plusz az elmúlt tíz év emberfeletti teljesítménye, az lehetővé fogja tenni, hogy Magyarország igen is erősebb legyen a válság után, mint volt, és visszaálljon arra a növekedési pályára, amelyen a válság előtt járkáltunk. Ugye azért ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyünk, valamilyen szinten kell egy, egy megfelelő politikájú Európai Unió, egy, egy olyan Brüsszel, aki odafigyel megfelelően ránk. Én azt látom, hallom picit, hogy, Brüsszelben is, vagy az Európai Tagállam, Európai Unió tagállamainak vezetői folyamatosan beszélnek arról, hogy kell segítség a tagállamoknak, jönnek ötletek innét, onnét, amonnét, de hogy egyelőre nem feltétlenül érezhető, hogy az Európai Unió ebben az irányban, ebben a tekintetben megmozdult volna picit olyan, mintha egyelőre még csak beszéd szintjén, létezne az, hogy tényleg ő kell segíteni. Nyilván mindenki a, a, saját érdekeit nézi ebben a helyzetben. Mikor várható az, hogy tényleg az Európai Uniót tettek mezeére lép? Hát ez az is egy fontos felismerés az elmúlt hónapokból, hogy azok a válaszok, amelyek Európában működtek, azokat mind-mind tagállami, vagy a mondhatnám nemzetállami alapon hozták meg. És az Európai koordináció, a brüsszeli koordinációnak a szerepe, az gyakorlatilag jelentéktelenné vált. Tehát a tagállamok maguk alakították ki a stratégiájukat, maguk adták a válaszokat, nagyon kevés koordináció történt, Kínában egymással küzdöttünk a védekezési felszerelésekért, és el kellett tennie legalább egy-másfél hónapnak, mi az Európai Uniós intézmények magukhoz tértek, és próbáltak valamifajta koordinációt végrehajtani. Na most az is világosan látszik, hogy a válság sem volt elég figyelmeztetője Brüsszelnek arra nézve, és hogy fel kéne gyorsulnia. Azok a vállalatok, akik most támogatást kaptak a beruházásokra, mind azt mondták, hogy igaz az a magyar mondás, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Tehát ebben a helyzetben a sebesség nagyon sokat számít. Ehhez képest mi több mint másfél hónapja tárgyalunk az Európai Bizottsággal arról, hogy a magyar költségvetésből a magyar kormány, 800 ezer euró felett is támogathassa a Magyarországon beruházásokat végrehajtó, ezáltal munkahelyeket megvédő vagy teremtő vállalatokat. Másfél hónapja nem kapunk erre a kérdése választ. Most az ígéret szerint ennek a hétnek az elején talán születik, de igazából minden hetet így kezdtünk az elmúlt másfél hónapban, hogy talán, talán azon a héten már születik válasz. A múlt héten. Beszéltem telefonon az Európai Bizottság alelnökével, aki a versenyjogi biztos is, Margaréta Vestager, és ő ígéretet tett nekem arra, hogy ezen a héten a döntés gyorsan meg fog születni, ami azért lenne jó, mert akkor újabb forrásokat tudnánk megnyitni a Magyarországon működő vállalatok számára a beruházásaik finanszírozása érdekében. És akkor gondolom, hogy további munkahely megőrzéshez, illetve munkahelyteremtéshez adhatna újabb fedezetet. Ugye az egész gazdaságvédelmi akciótervnek ez áll a szíve közepében, hogy a veszélybe került munkahelyeket megvédjük, és legalább annyi újat hozunk létre, mint amennyi elveszett. És ez csak úgy lehet, hogyha beruházásokat támogatjuk. Az adóterheiket csökkentjük, ugye július 1-től a szociális hozzájárulási adó, 2%-kal, a kisvállalati adó 1%-kal csökken az előbbi 15 és félre, az utóbbi 11%-ra. Emellett, emellett pedig a visszanemtérítendő készpénztámogatások rendszerét nyitottuk meg ugye a beruházó számára. És a célunk ezzel nem más, mint hogy a veszélybe került munkahelyeket meg tudjuk védeni. Mert Ebből jön a megvédett munkahelyből lesz munka, abból lesz teljesítmény, és abból lesz aztán gazdasági teljesítmény is, mert a, a magyar nemzetgazdaság összteljesítménye az nem csak úgy lesz így a habokból vagy a felhőkből, hanem az a vállalatok teljesítményének összeadódásából származik. És ezért minél jobban teljesítenek a magyar vállalatok, annál jobban teljesít a magyar gazdaság. Ez így olyan egyszerűen hangzik, akkor miért kell ilyen sokat várni ennek a döntésnek a meghozatalára? Hát ez jó kérdés, ez jó kérdés. Sajnos a brüsszeli bürokrácia az továbbra is a székéhez való ragaszkodással van elfoglalva, és önnön fontosságát hangsúlyozza folyamatosan, ahelyett, hogy az európai emberek érdekében végre meghoznák a szükséges lépéseket. Mert kérdezem én. Mi a hatékonyabb, vagy mi a jobban támogatandó, vagy mi a kívánatosabb módja a egyes országokban ma a költségvetési források elköltésének, mintsem az, hogy azok a vállalatok kapják ezt a pénzt, akik munkahelyeket védenek meg. Hát ennél most fontosabb célt nehéz megnevezni, tehát ezért sem értem pontosan, hogy miért kell ezzel ennyit várakozni. Ha nagyon picit messzebb nézünk, ugye zajlanak a tárgyalások az Európai Unió következő költségvetési időszakára vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban olyan híreket lehet hallani, hogy például akár a V4-es tagállamok között is jelentős különbség lehet. Hogy gyakorlatilag a a, a lengyelek, és a szlovákok sokkal jobban járhatnak, és kvázi a csehekkel mi a véni, ha csak a véneket nézzük, akkor ennek a következő 7 éves költségvetési periódusnak a vesztesei lehetünk. Hát nézze, a, az Európai Unióban ugye 7 éves költségvetési ciklusok vannak. Most jár le a, a jelenlegi 7 éves ciklus, és indul jövőre a következő. Most nyilvánvalóan egy költségvetés összeállítása nemzeti alapon is egy meglehetősen bonyolult folyamat, azonban ez, amikor 27 ország ül a tárgyalóasztalnál, még bonyolultabb és még összetettebb. A Visegrádi csoport egységének a megbomlására nagyon sokan nagyon sokan reménykedtek, nagyon sokan szerették volna, és nagyon sokan próbálnak különböző botokat betenni a küldők közé, hogy lehetőleg ennek a Visegrádi Egységnek a kerékpárja az minél előbb eldőjön. De ezek a kísérletek eddig mind-mind sikertelenek maradtak. Tehát a Visegrádi Csoport továbbra is egységes, a Visegrádi Csoportnak mind a négy országa és mind a négy kormánya világosan érti, hogy együtt sokkal többet tudunk elérni, mint külön-külön. Mint a hangunk együtt sokkal hangosabb, az érdekérvényesítő erőnk együtt sokkal erőteljesebb, hogyha nem engedjük magunkat szétszalámizni. És voltak erre, meg vannak is, és minden bizonyosan lesznek is erre vonatkozóak kísérletek, de ezeket nem fogjuk mi engedni, hogy hogy sikeresek legyenek. És persze a négy országra különböző hatással vannak a, a tárgyalások a következő költségvetési ciklusról, de a szolidaritásra mindig számíthatunk, és számíthatunk is a jövőben is. Tehát a szolidaritás tekintetében egymásra mindig számíthatunk, válta válnak, hátat a hátnak tudjuk vetni. Most nagyon rövid már a műsoridőnk, és egy nagyon picit egy másik témáról is kell, hogy beszéljünk a migrációról. Itt a koronavírus járvány elhúzódása után ö, mekkora migrációs nyomásra lehet számítani a déli határnál. Hát nézze, sajnos a koronavírus az egy, az egy újabb ösztönzője a migrációs folyamatoknak tekintettel arra, hogy ahol amúgy is rossz helyzet, ahol amúgy is a higiéniás szempontok szerint lemaradás van, ahol az egészségügyi rendszer nem működik jól, mondjuk így. Ott a koronavírusnak a hatása az egyértelműen inspiráló a migrációs folyamatok szempontjából. Tehát ez egy, ez egy újabb ok arra, hogy emberek meginduljanak Európa irányába. És és ezért aztán a migráció veszélye a következő időszakban még hangsúlyosabban lesz velünk itt a környékünkön, mint volt az eddig. Ezért is fontos, hogy a déli határunkat továbbra is erősen védjük, és eredményesen. Ezért is tartozunk köszönet a rendőröknek és a katonáknak, hogy a vírus idején is keményen helytáltak a déli határon, és nem engedték be az illegális bevándorlókat. Gyakorlatilag a azok az országok, amelyek déleurópában európában találhatók, és a frontországok, azok mind-mind arról számolnak be, hogy növekszik a migrációs nyomás. Láthattuk a jeleneteket a török-görög határon. Pontosan tudjuk, hogy dél és Máltára hány hajó kötött, illetve köt ki és viszi oda migránsok ezreit és tízezreit, és ez az a jelenség, amit szeretnénk a jövőben is elkerülni. Tehát tegyük világosá, hogy Magyarország egyetlen egy illegális bevándorlót nem hajlandó befogadni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni a kötelező letelepítési kvóta intézményét, és fenntartjuk magunknak a jogot arra nézvést, hogy kizárólag mi magunk dönthessünk arról, hogy kikkel akarunk -e együttélni élni, ezáltal kit akarunk beengedni a saját országunkba. Miniszter úr, köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. Köszönöm is a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet, maradjanak velünk izontlátások.